A legjobb új kenyér, a nagyapám kenyere burgonyával elnevezésű termék lett 2024-ben az ország kenyere. Energetikai korszerűsítés, teljes egészében megújul a Szociális Szolgáltató Központ Nyírbátorban. Honvédelmi tábor Újfehértón, három turnusban is várták a katonai pálya iránt érdeklődő gyerekeket. Augusztus 20-a van, az államalapításunk és az új kenyér ünnepe. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A mai naptól válik elérhetővé a fogyasztók számára a Szent István napi kenyérverseny győztese, avagy az ország kenyere 2024-ben. A győztes a Balmaz Sütöde Kft. Által kifejlesztett nagyapám kenyere burgonyával lett. Négyféle liszt, só, víz, sertészsír, főtt burgonya és 12 órányi kovászolás. Többek között ezek szükségesek ahhoz, hogy aztán a sütés után az asztalra kerüljön az év kenyere. A nagyapám kenyere burgonyával elnevezésű termék lett 2024-ben az ország kenyere, a 13. alkalommal meghirdetett Szent István napi kenyérversenyen. A győztes terméket a Balmaz Sütöde Kft. Fejlesztette ki. A cég ügyvezetője Fülep Zsolt, aki egyben a Magyar Pékszövetség alelnöke is, 35 perc című műsorunkban elmondta, a versenyt éppen azért hozták létre, hogy növelni tudják a minőségi sütőipari termékek iránti érdeklődést. Azért eldöntötte a Pékszövetség, hogy egy versenyen keresztül próbálja meg a minőségi termékek fele irányítani a kedves fogyasztót. És ebben most már a kollégák is egyre jobban bekapcsolódnak. Egyre több vállalkozás látja azt, ennek a pozitívumát, ennek a megmérettetésnek. Egyre szorosabb a verseny. Milyen évvel szempontok szerint dönt a bíráló? Egy kétfordulós pályázat van, szakmabeliek döntenek az első körbe, kiválasztunk 12 terméket, és a második körbe már bevonjuk a Nébiket, illetve a minisztériumot, mint fenntartó szervezetet, hogy igenis mondják el ők is a véleményüket a következő termékekről. Megnézzünk bélzetet, héjzatot, külső megjelenést, eltarthatóságot, és nagyon fontos a gyárthatóság. Hisz azért nagyon vannak bonyolult technológiák, amit azért nem minden üzem tud. Hisz ennek van egy további élete, aki a Magyar Pékszövetséggel szerződést köt, megkapja a teljes receptúrát, technológiát, és elkezdhet otthon gyártani, és lényegében a saját környezetének bemutathatja az ország kenyerét egy teljesen más megközelítésben. A Szent István napi kenyér mellett további két kategóriában hirdettek győztest. A Balmaz Sütöde jalapenyós cheddar sajtos vadkovászos kenyere lett a győztes az innovatív kenyerek között. A sós sétáló sütemény elnevezésű kategóriát pedig a Varga Pékség 95 Kft. Által készített pásztor reggeli nyerte meg. Fülep Zsolt úgy látja, egyre nagyobb a kereslet a kisebb, különlegesebb termékek iránt. Ehhez a sütőipari vállalkozások is igazodnak. Szent István naphoz igazodunk, új kenyér ünnepe. Bár ez egy picit már most előrébb jön, de új kenyér ünnepe, ez adta az alapot. És utána, ahogy változott a gasztró, változott a környezet, változott a fogyasztói szokás, a Magyar Pékszövetségnek is változni kellett, és meghirdett az innovatív kategóriát, ahol igazodni szeretnénk pont ezekhez a változásokhoz, és elsősorban azokat a fogyasztókat megszólítani, akik elindultak egy másik úton. Kevesebb szénhidrátot szeretnének, picit más típusú szénhidrátot szeretnének magvakat bevinni, idén sajtot szeretnének jalapenyóval bevinni táplálkozás során, és nagyon nagy sikere van ezeknek a termékeknek, hisz azért látszik, hogy a polcokon is egyre több olyan termék van, ami a hagyományostól eltérő. Természetesen a hagyományost nagyon szeretnénk fenntartani, hisz az új kenyér ünnepe a magyar fogyasztásban még mindig a hagyományos kategória, hagyományos kovászolt kategóriába tudjuk csak elképzelni, viszont ehhez a világhoz még nekünk is alkalmazkodnunk kell, nem lehet félrerakni ezeket a változásokat. Nagyon szeretnénk azt, hogy ahogy változott a gasztronómia ízvilága, a megközelítése, hogy ezek a termékek vissza tudjanak kerülni az asztalra. A Szent István napi kenyér receptjét augusztus 20-át követően más sütőipari vállalkozások is megkapják. Hogy mely pontokon lesz megvásárolható az ország kenyere, arról a Magyar Pékszövetség tesz közzé listát weboldalán.
A Városháza és az idősek otthona után energetikailag korszerűsítik Nyírbátor szociális szolgálatának épületeit is. A munkálatok ideje alatt is elérhetőek lesznek a szolgáltatások a város egyik korábbi iskolájában. A fejlesztést 300 millió forintos Európai Uniós forrásból valósítják meg. Lekerült a tető, és jobbára csak a falak árulkodnak arról, hogy nemrégiben itt még munka folyt. A nyírbátori szociális szolgálat több ezer ember ellátásáért felel a mindennapokban. Az épület teljes körű felújítása a múlt hónapban vette kezdetét. Szerencsére uniós forrásból több energetikai beruházást is nyert a város, ebből kettő már a végéhez közeledik, ez az egyik a Városháza, a másik az idős otthon épülete, de a legfontosabb, legtöbb feladatot ellátó szociális szolgálatunk központi épületének a felújítása az elmúlt hónapban indult el. Ez egy teljes átépítés jelent, gyakorlatilag a falakig visszabontjuk az épületet. Ez azért nagyon fontos, mert itt több ezer embernek a szociális szolgáltatásait irányítjuk, koordináljuk, vezetjük. Úgyhogy ez a beruházás azért egy fél évig fog tartani, addig a szolgálat egy másik épületbe költözött, és majd várhatóan tavasszal költözik vissza, addigra az épület teljes egészében nem csak energetikailag, hanem minden egyéb szempontból meg fog újulni. Az önkormányzat kötelező szociális feladatait is ebből az épületből koordinálják, így fontos, hogy a munka gördülékeny legyen. Az ügyfélfogadás természetesen továbbra is biztosított, az átépítés és korszerűsítés ugyanis még legalább fél évig eltart majd. Ez most nyilván azt jelenti, hogy a mellette lévő korábban iskolaépületként működő kettes iskolába költözött át a szociális szolgálat. Egyébként korábban itt ebben az épületben már működött ilyen típusú szolgáltatás. Nyilván az érintetteket erről megfelelően tájékoztattuk, és most a következő fél évben ott várják az ügyfeleket, már ez nagyjából 3 hete így működik, és zavartalanul folyik a szolgáltatás, és majd arra kell odafigyelnünk, hogy a visszaköltözés is hasonlóan zökkenőmentes legyen. A korszerűsítés számszerűsítve 300 millió forint és 100%-ban Európai Uniós forrásból valósul meg. Rövid időn belül két piros lámpán áthaladót is megfogott a rendőrség Nyíregyházán, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. Az általuk közzétett videón jól látszik, hogy először egy motoros hajtát a piros jelzésen a Vasvári Pál utcáról az északi körútra, akit rövid időn belül elfogtak, és így járt az a terepjárós is, aki a Bocskai utca felől hajtott ki az Incédi sorra a tiltás ellenére. Mindkét sofőr 65 ezer forint pénzbírságot és 8 büntetőpontot kapott veszélyes manővere miatt. Lövészet, íjászat, küzdősportok, sok más mellett ezekkel ismerkedhettek meg mérehatóan azok a gyermekek, akik részt vettek a Honvédelmi Sportszövetség által idén is támogatott honvédelmi táborban Újfehértón. Az elmúlt héten már a 3. turnus indult, az utolsó csoportban 31 kis iskolás vett részt az egyhetes élményközpontú oktatásban. Megállítjuk az autót. Fegyverek ropogása Újfehértón. Látványos bemutatóval szórakoztatták a fiatalokat a honvédek a Honvédelmi Sportközpont szomszédságában. Idén is lehetőség nyílt arra, hogy a gyermekek itt táborozzanak. A 3. turnus résztvevői Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke is meglátogatta. Azzal a céllal hoztuk létre 2017-ben a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy segítsen abban a nevelési folyamatban, hogy a fiataljainkat haza szeretetre neveljük. Ez a legfontosabb dolog, hiszen ha belülről jövő érzés kialakul a szívünkben, egy olyan törvény, amely a hazát védelmező törvény, és hogyha baj van, bármilyen veszély, bármilyen támadás éri hazánkat, akkor lesznek mindig olyan fiatalok, akik egyébként odaállnak és megvédik azt az értéket, amit a szüleink, nagyszüleink, őseink létrehoztak itt a Kárpát-medencében. Tehát a nevelési szerepkör a legfontosabb, és nyilván a neveléshez párosul olyan tartalmi, technikai tudás, amely a honvédelmi sportokon keresztül valósulhat meg. Tehát alapvetően lövészet, küzdősportok, technikai sportoknak a fölkarolása és a honvédelmi sportközpontok kiépítése, egy országos hálózattá való fejlesztése, és ezek olyan központokká tudnak válni, amelyek egyrészt védelmi bástyaként működnek, másrészt pedig nevelési célt is meg tudják valósítani, amiről az előbb beszéltem. Simicskó István hozzátette, az országban jelenleg 5 honvédelmi sportközpont működik a Honvédelmi Sportszövetség működtetésében. A központok szakembereinek feladata, hogy szigorú szabályrendszerben alkalmazva képezzék a fiatalokat az egész év során. A köszöntőn részt vett Sima Miklós országgyűlési képviselő is, aki mondandójában kiemelte, hiánypótló a térségben az ilyen irányú táboroztatás. Véleményem szerint a hazaszeretet ízének a megízlelése
az nem korhoz kötött. Ők a katonáskodást, az embertársainkra való vigyázást, ugye a rendőrök, katasztrófavédők teszik, ezt testközelből ismerhetik meg itt, hiszen a táborba nap mint nap különböző szakterületek képviselői érkeznek, és a gyerekek nagy érdeklődést mutatnak. Tehát a szolgálatnak a szolgálat ízének a megismertetése szerintem nagyon fontos. És ezért hiánypótló kezdeményezés itt a választókerületben, amit szeretnénk szélesíteni és meghonosítani. Ez a honvédelmi sporttábor. A fiatalok mind az öt helyszínen napközi jelleggel tartózkodnak a táborban, ahol élményközpontú oktatásban vesznek részt. Kadétok bevonásával ismerik meg többek között a lövészet, az íjászat és a küzdősportok alapjait is. Magyar Honvédség sportszázadával is szoros kapcsolatban állunk, ahol különböző katonasportolókat, olimpikonokat is próbálunk minél többször elhívni ezekre a rendezvényekre. Egy ilyen példamutatásként, hogy erre is lehetőség van az élsport mellett, hogy a katonai hivatást is válasszák párhuzamosan. Nagyon szeretik. Itt nyilván nekünk a fő célunk a tömegbázis elérése, szóval nem az élsportra koncentrálunk, de hogyha ott látunk ügyes gyerekeket, már volt például sportlövészetbe, légfegyveres lövészetbe, őket próbáljuk orientálni ilyen nagyobb klubokba, ahol ezt tovább hűzhetik. A Sportszövetség jóvoltából a gyerekek az általánosnál kedvező báron táborozhattak. Sikerét pedig jól mutatja, hogy a tavalyi év élményeinek köszönhetően sokan második alkalommal tértek vissza az egyhetes tematikus nyaralásra. Gipszből, betonból és epoxigyantából készült képeket is láthatnak az érdeklődők Nyíregyházán. Békési Bernadettnek nyílt kiállítása a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban Túllélek címmel. Mint mondta, ritkán tervezi meg előre, mit szeretne alkotni, mindig az adott lelkiállapota a mérvadó. Az alkotásokat szeptember 13-áig lehet itt megtekinteni. Lágy zongoradallamok nyitották meg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termének legújabb kiállítását. Békési Bernadett néhány alkotását már láthatta a közönség Nyíregyházán és Budapesten is, de eddig csak más alkotókkal közös kiállítás keretein belül. Most először mutatkozik meg teljesen önállóan. Az alkotást 5 évvel ezelőtt kezdte, ekkor váltotta ki belőle egy életkrízis a bezárkózást és azt, hogy elkezdi a gyerekkori rajzolási szenvedélyét magasabb szintre emelni. Hogy milyen technikát használ és milyen témát dolgoz fel, azt mindig az aktuális hangulata határozza meg. Van, amikor tényleg csak a festékhez nyúlok, de én szeretem az anyagokat, szeretem akár a fát, a glettet, a gipszet, a betont, az epoxigyantát, szóval szeretem így, ha úgy van, a lelki állapotom úgymond úgy kívánja, akkor én igenis ezeket úgymond keverni szoktam. És akkor úgy alkotok annak megfelelően. De van igen, hogy kicsit akkor pepecsesebb, akkor az olajjal fogok foglalkozni, igen, akkor az akrillal fogok foglalkozni. Hát ez mindig hangulatomtól függ. De ez úgy jött, hogy lehet, hogy abból kifolyólag, hogy nem szeretem maga ezeket, hogy szabály, hogy nem is az, hogy nem mondanám azt, hogy szabály, hanem hogy az egysikú dolgokat. És ugyebár nagyon sokan, igen, csak az olajhoz nyúlok, akkor csak olajjal festek, vagy akril, akkor csak az akril. Itt számomra jelentősége van mind az ecsetnek, vagy éppen a késnek, amivel dolgozok, akár az anyagnak, maga a vonásoknak, mindennek jelentősége van számomra. A Covid idején nagyon sokan próbálták ki a számfestést, ahol megadott színkódok alapján kell kifesteni egy megadott képet. Bernadett azonban akár csak a technikák terén, mintában sem szereti a szigorú kereteket és kötöttségeket. Ezért előszeretettel készít absztrakt képeket, amelyek közül nem tud kedvencet választani, valamiért mindegyik kiemelt helyet foglal el a szívében. Például ez az olajfestmény. A színes fej az eleve nagyon jó volt festeni, nem egy megszokott technikával csináltam, nem tudom, hogy más szokott-e ilyen vagy hasonló technikával dolgozni.
Több mint egy évig száradt, egy év, 4-5 hónapig száradt az a festményem. Nem nagy festmény, de nagyon szeretem. Ezen kívül még ugyanúgy vannak betonos, glettes festményeim, vagy éppen az epoxigyantás festményeim. Ezek mind a szívemhez nőttek. A Hobbi Művész alkotásait, a Túllélek című kiállítást szeptember 13-áig láthatják az érdeklődők Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Tizenhárom csapat lépett pályára a harmadik nemzetközi gyarmati vígaságok utánpótlás labdarúgó tornán. Az aranyágon a máltai Sangvan FC, az ezüstágon pedig a rendező fehér gyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület A csapata végzett az élen, az U11-es csapatokat felvonult a túlmezőnyben. Lelkes szülők a pálya mellett, lelkes fiatalok a pályán, egy szép fejes gól, majd a felnőtteket idéző gólöröm. Harmadik alkalommal rendezték meg Fehérgyarmaton az U11-es utánpótlás futballtornát, amelyet azzal a céllal hívtak életre, hogy játék lehetőséget biztosítsanak a régió fiatal focistái számára. 2020-ban, amikor létrehoztuk néhány barátommal az egyesületet, és engem megválasztottak az egyesület elnökének, akkor elhatároztuk, hogy a térség utánpótlását egy kicsit megpróbáljuk összefogni, és szeretnénk, hogy a Szatmári térségből az itt tanuló, az ide született gyerekek szintén kapjanak lehetőséget a tehetségüknek a kibontakoztatására. Elég jó úton haladunk, azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal van az utánpótlás kereteink között, akik nagyra fogják vinni. Vannak már olyan eredményeink, amelyek azt mutatják, hogy jó munkát végzünk lányi, fociba is, fiúba is. Vittek el tőlünk már a Fradiba, az Illés Akadémiára gyerekeket, illetve a Lokival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot együttműködő partnerként. Én azt gondolom, hogy ezek a srácok megérdemlik ezt a lehetőséget. A mezőny igazán nemzetközi volt, mivel a környező országok képviselői mellett még Máltáról érkező vendégeket is fogadtak a fehérgyarmatiak. Mi ezt már elkezdtük 2023. decemberében szervezni, hiszen tudjuk, hogy ezek a kiemelt akadémiák, mint a Dunaszerdahely, a Sepsiszentgyörgy, akár a magyarországiak közül a Ferencváros, a DVSC, a Kisvárda, akár a Barsz Akadémia, vagy a Nyíregyházi Bozsik is előre lekötik, tehát nyilván előre lekötött programjuk van, úgyhogy mi már ezt elkezdtük 2023. decemberében szervezni, és így folyamatosan építettük, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, tehát az a lényeg, hogy elindult ez a mai rendezvényünk sikeresen, zökkenőmentesen, és természetesen ez egy óriási öröm számomra is, hogy tegnap, amikor megláttam a Dunaszerdahelyet, hívtak, hogy közelednek egy óriási busszal, és akkor el is gondolkodtam azért, hogy Fehérgyarmatra egy ilyen egyesület, egy ilyen klub elfogadja ezt a meghívást, akár a Sepsiszentgyörgy, tehát nem kevés kilométert utazva ezzel. Ugye nyilván egy határon túli elszakított területén is jó magam kárpátai vagyok, úgyhogy ez nekem is szívem ügye. Nagyon jó nekem itt látni ezeket az egyesületeket, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt így sikerült összehoznunk, és elfogadták a meghívásunkat ezek az egyesületek. A Vármegyei Labdarúgó Szövetség képviselője szerint a sportérték mellett a kapcsolatépítésben is fontos szerepe van a hasonló rendezvényeknek. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kellenek ezek az utánpótlás tornák, ismerkedés, gyerekek egymással, edzők, jó kapcsolat kialakítása, és így lehet szerintem tovább fejlődni, vagy tovább építeni ezt az egész utánpótlás vonalat. Én, mint a Vármegye Labdarúgó Szövetség versenybizottságának a tagja, mondanék egy-két dolgot a megye labdarúgásáról. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben azért nagy öröm számunkra, hogy a Nyíregyháza Spartakusz NB1-es lett, az NB2-ben ugyan kiesett a Kisvárda, de Kisvárdán is van egy nagy bázis a labdarúgásnak, illetve nagyon hosszú ide után 4 csapatunk indul az NB3-ban. Az aranyágon győztes máltai Sangvan FC mögött a Ferencváros végzett a második helyen, a harmadik helyet pedig a szlovákiai Dunaszerdahely csapata szerezte meg. Az ezüstágon a Deák A csapata mögött a Deák B együttese végzett, a harmadik helyen pedig a Filó Ese zárta a tornát. Kedves nézőink, híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főhírei még egyszer röviden.
Augusztus 20-a van nemzeti ünnepünk, ezen a napon emlékezünk meg az államalapításról. A hagyományok szerint ezen a napon áldják meg az új kenyeret. Néhány nappal ezelőtt az idei évi ország kenyerét is megválasztották a Szent István napi kenyérversenyen. A győztes a Balmasz Sütöde Kft. Által kifejlesztett nagyapám kenyere burgonyával lett. Több energetikai felújítás is zajlik Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően Nyírbátorban. Néhány hete kezdődött el a város szociális szolgálatának teljes felújítása. A beruházás összköltsége 300 millió forint. A tavalyi év után idén is táborozhattak gyerekek az újfehértói honvédelmi sportközpontban. Ezen a nyáron 3 turnus indult, a múlt heti utolsó csoportban 31 kisiskolás táboroztatásáról gondoskodtak a Honvédelmi Sportszövetség szakemberei. Augusztus 20-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták. Szerdán is jelentkezünk majd híradóval természetesen, és várja önöket a weboldalunk is. Ha valamelyik tudósításról lemaradtak volna, akkor ezen keresztül újra megnézhetik. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán sem várható nagy változás az időjárásban, marad a napsütéses meleg idő, a keleti ország részben délutántól megélénkül a szél, az esti órákban zápor, zivatar kialakulására is jó esély mutatkozik, a hőmérséklet napközben 29 és 32 fok között alakul.